Jó estét kívánok, ez tehát a ma esti kínálat, és Lendva Ildikóval, illetve Magyar Györggyel kezdünk. Jó estét kívánok! Jó estét. És egy nézőpontos friss közvéleménykutatással, ami a Magyar Nemzetben jelent meg, és ugye az derült ki belőle, hogyha most vasárnap lenne választás, nem időközi, hanem rendes, akkor a Fidesz-KDNP-nek 55%-os támogatottsága lenne, és a 6 együttműködő ellenzéki pártból csak a DK maradna bent a parlamentben, illetve bekerülne a Mi Hazánk mozgalom, 6-6%-on állnának, a kétfarkú kutya párt bekerülne ugye 5%-kal, a többiek viszont parlamentén kívüli pártok lennének. Jobbik, Momentum, LMP, Párbeszéd, MSZP. Én hagynám az Ildikót értékelni, mert sokkal jobban érte. Nem is értem miért. Én csak egy mondatot mondok, mert próbálok profán lenni. Meg a nehezét rám akarod hagyni. Ez is természetes. Igen. Ha Magyar Nemzet és nézőpont, akkor tényleg kutyapárt. Ez nekem vicces. Nem hiszem el, amiket ők mondanak. Annyira be vannak kötve a királyi médiavilágba. Annyira azt akarják mondatni velük, amit akarnak mondatni, hallani. Ebből következően ezt nem tartom. Hát azért, ha mellé rakjuk a hétvégi időközi választások eredményét, az azért simán alátámaszthatja egy ilyen közvéleménykutatási Nem kell mellé tenni, mert a két dolog nem függ össze. Hát mert az egyik a valóság. Nem. Az időközi választáson, ami el lett halasztva onnan, ide, innen, oda, egész más is volt, 20% alatti részvétel, hagyjuk abba, ebből levonni következtetőt. Nem kell. De amit a Magyar Nemzet meg a nézőpont művel, az már emberbolondítás. És az emberbolondításnak annak már volt látott hatása az eredeti választásokra. Hát jó véleménye nyilván én sem vagyok a megnevezett intézetről, de azt tőle függetlenül is látni lehet, hogy baj van. Nem ilyen végletes számokkal, legalábbis remélem, de a tendencia az, hogy a választás óta a kormányoldal inkább erősödött, és az ellenzéki szavazó meg inkább kiábrandult, hát az kiveri a szememet, a nézőpont nélkül is nem is értem, miért trapálják magukat ilyen típusú, a valóságnál is rosszabb. Veri a szememet, de legyen nézőpontod. Ja, tényleg, igen. Na, de Magyar Györgyét nem veri ki. Nem. Nem, mert én ezt nem hiszem el. Hát nekem ez vicces. De mire föl ez az optimizmus? Ez nem optimizmus. Melyik csatornát nézi Magyar György? Nem, ez realitás. Ez realitás. Az, hogy az ellenzék bajban van, ezt tisztában vagyunk. Az, hogy kapott nagy pofonokat, ezzel is tisztában vagyunk. De hát perspektívikusan jövőre nézve objektíven kell vizsgálni a lehetőséget, és lehetőleg optimista felhanggal. Mert ha itt mindenki magába dől meg, asztal alá dől meg, leissza magát, meg drogozni kezd, akkor sehova se jutunk. Na, ezek a verziók nem merültek föl, de az, hogy őszintén szembenézni azzal, hogy ez egy lejtő, aminek lehet, hogy az ellenzék még nincs az alján. Helyes annak szó van az értelme, nem? Helyes szó az őszinte, de ez nem objektív, én csak erről beszélek. Igen, nyilván a számok nem egészen objektívek, de ne is ezzel izgassuk magunkat, hanem valóban az őszintességgel, az objektivitással és a szembenézéssel. Az időközi választásokból valóban nem lehet következtetést egy általános választással levonni, ezek inkább mozgósítási versenyek, hogy a kis résztvevő közönségből ki tudja jobban elvinni 35 fokban. 17%-os részvétel. De én azt mondanám, hogy mivel ez mozgósítási verseny, az jelent valamit, hogy az ellenzék ebben a helyzetben, a mozgósítási versenyben nagyon érthetően, de a legtöbb helyen nem tudott helytállni. Én azt hiszem, hogy, és ez olyan könnyű nekem kívülről belebeszélni, de tessék szíves konkrét akciókat és konkrét mondandókat előszedni, mondom ezt magunknak, az ellenzéknek, ha lehet összehangolta, most félretéve, hogy lesz-e később pártszövetség vagy nem, de ha mondjuk a parlamenti interpellációk vagy kérdések, itt láttuk a bejátszásban az erre való utalást, 6 témában történnek, az kevésbé fog engem, mint nézőt meggyőzni valamilyen problémának a súlyosságáról, mintha egy kicsit próbálnak ebben egyeztetni. Tehát nem az összefogás mantrát akarom elkezdeni, hanem a hatékony, összehangolt kommunikációt és főleg cselekvést. Ez nincs a választás. Igen, de hogy ennek most van itt az ideje? Mert valóban most sokan azt mondják, hogy akkor most megint nyílt a verseny, lássuk, hogy ki a jobb az ellenzéki oldalon. Maradjunk abban, hogy zseniális húzás sajnos a hatalom részéről, hogy a két következő választást összekapcsolja. De mi volna, ha azt látnánk, nem csak azt, hogy ki a jobb az ellenzéki oldalon, hogy ki a jobb az ellenzék vagy a kormány oldal. Én már ezt szeretném jobban látni. Ki a jobbik, azt szeretnéd látni. De, mert ugyanis nem látszik. De
ez zseniális, ennek a két dolognak az összekapcsolása, mert annyira ellentétes. Az egyik arról szól, hogy jól lenne külön megmutatkozni, kinek van most értéke, kinek van jövőképe, kinek van olyan víziója, amit a néző választó szeret. Másik oldalon pedig, amiről az Ildikó beszél, hogy össze kell fogni, mi is próbáltuk az előválasztáson, ha nem egy jelölt indul, nézd meg, most itt van a hetedik kerület, az teljesen aktuális. 700 ember ment el szavazni a 4200-ból. 300 szavazattal nyert a fideszes jelölt. Mit csinált a másik oldal? Elindított 5 embert. Darabja kapott 700, itt még 6%-ot, köztük a kutyapárt is. Ez nem működik. Stratégiát és taktikát kell változtatni, ha az ellenzék ugyanaz fújra csinál, amit eddig csinált, akkor eláshatja magát egészen 3 olimpiával előre. Az a mostanában olimpiában mérjük, úgy látszik a ciklusokat. Politikai távot. Igen. Ugye eléggé adottak azok a témák, amelyek mentén az ellenzék most politizálhat. Ott van a tanári béremelés, az egészségügyben dolgozó helyzete, infláció, forint, élelmiszerádrágulás, háború. Ennyi. Miért nem talál ezekkel fogást a kormány oldalon? Eszközhiány. Az mit jelent? Alkalmatlanság. Hát hogy mondjam, hogy mindenki megértse? Két külön dolog. Hát, alkalmatlanság, mert nincsenek meg megfelelő eszközeim, nincsenek meg hozzá megfelelő személyiségeim, és nincsenek meg hozzá az ideáim. Én azt gondolom, hogy itt nagyon nagy baj van, és ha nem menjünk vissza az őskorba, ahonnan újra el lehetne indulni és elrugaszkodni, akkor semmi nem lesz. Voltak politikusok, akik azt mondták, hogy az ellenzéket le kell cserélni, le kell váltani, az elit így, az elit úgy. Nem. A választókat kell tudni meggyőzni. Azt hittem, hogy azokat vások. Azt is lehet. Azt se rossz, csak hát Hofi megmondta, hogy nekünk egy csürénk van. Igen. És egy csőcselékünk. Én nem tartom személyileg ilyen rettenetesen alkalmatlannak az ellenzéket. Azt látom, hogy nem tértünk magukhoz, és valóban a belső versenyt tekintik fontosabbnak a kormánnyal való versenynél. Én a felsorolt 4 vagy 5 témát mondott, ebből most a helyükbe az inflációra koncentrálnék, mert ebben minden benne van, a fizetések elértéktelenedése is, ami miatt kell a fizetésemelés, és az ellenzék részéről csinálnék egy közös infláció ellenes csomagjavaslatot. Ennek sok része elhangzott már, áfa csökkentéstől forint erősítésig, de mivel én azt gondolom, hogy az ellenzék nagy választáson és nem az időközén való bukásának fő oka az volt, hogy nem láttak kormányképesnek minket. Most minden energiát erre kéne a Fideszre, akár fütyülve is koncentrálni. De hogyha ugyanazokat a javaslatokat egybegyúrnák, és közösen állnának ki mondjuk egy sajtótájékoztatót tartva a parlamentre, és mondjuk mindenki odaérne, és közösen megtartanák, miben változtatna az a helyzeten? Mert ugye az ember nyilván szakmai általon, de most így csípőből el tudom mondani, hogy a Fidesz erre milyen közleményt adna ki. Mi a baj az áfa csökkentése, hogy ez egy háborús infláció. A választónak beszélünk. A választó bizalma, ez a legfontosabb, és aki mondja, az legyen hiteles. Mindegy, hogy 10 ülnek a színpadon, vagy egy ember mondja el, hiteles legyen, és a választó meggyőzhető legyen. Mert a választót most a központi propaganda meggyőzi. A mi oldalunk nem képes erre. Ott a csapda helyzet, hogy ugye arról felmerült ez, hogy akkor az ellenzékváltásra szükség van, vagy nincs, de ugye az, hogy kik képviselik az ellenzéket legalábbis a parlamentben, az ugye mostantól adott 4 évig. Ezzel főzünk, akkor ebből kell kihozni valamit, ez sem lehetetlen. Ugye még ebben a hihetetlen ellenszélben és a Gyuri által jobban ismert jogi és egyéb buktatók között is 1.900.000, közel 2 millió ellenzéki szavazó volt a parlamenti választása. Én félek, hogy már nem annyi. Tehát most elsősorban arra kéne koncentrálni, hogy ez a 2 millió lásson reményt. A kutatók arra tanítottak minket, Kéri Lacitól kezdve mindenki, hogy nézni kell a tendenciákat. Ha az előválasztásra visszamegyünk, akkor majdnem fejfej mellett volt a két oldal. Többen így értékelték. A hozzáértők is, meg az amatőrök is. És egyszer csak úgy elindult a lejtő. És lent vagyunk már a mélyen. És most jön ez az időközi, és még mélyebbre kerülünk. Hogy kerülünk vissza legalább az egyensúly irányába? Hát úgy, hogy ne azon aggódjunk, amit Emilia helyesen mondott, hogy a Fidesz nem fog a mi javaslatainkból egy 0,5 milliméternyit se megvalósítani, hanem arra koncentráljunk, hogy az egykori mai és reménybeli választónk
azt tapasztalja tőlünk, amit lát a boltokban, és arra kapjon valamit, hogy valóságot tényleg véle lehetne. Pontosan így van. Hadd mondjak egy konkrét példát, és akkor annak mentén talán tovább tudunk haladni. Jön majd Karácsony Gergely főpolgármester, ugye egy energiacsúcsot rendeztek a héten a Városházán, ahol olyan döntések születtek, amik mondjuk egy zöld pár szimpatizánsai számára kb. Valószínűleg úgy fogadták őket, hogy na végre. Mert hogy a klímát ne használjuk nagyon magasan, a fűtést egy picit csavarjuk lejjebb, elektromtakarékosság, LED izzók cseréje, egy csomó ilyen javaslat volt. Mindez a jobboldali sajtóban úgy csapódott le, direkt megnéztem a címeket. Brüsszel kevesebb fűtést akar télen, Karácsony rögtön engedelmeskedik, Karácsony elsötétíti Budapestet. Hát látod, ez az, amit mondtam az elején, hogy miért hiszünk ezeknek a baromságoknak? Mi vagyunk a hibások. Mi vagyunk? A Karácsony Gergő így született, maradjunk ebben. Félre kell tenni azt, hogy bizonyos javaslatok népszerűtlenek, akkor is tovább kell menni azon az úton, ami egy pártnak a saját. Mondom, most Karácsony, igen, most Karácsony, igen. Karácsony Gergő így született, hát zöld volt már a pólyája is. Na de ő attól hiteles, ha hát zöld lesz most is. Mindenkinek van ilyen szép zakója, de ebből kiindulva egyértelműen ezt mondja, amióta közpolitizál. De én ezt pozitívnak tartom, hogy mit ír róla a Magyar Nemzet, az kiszámítható. Ha Karácsony Gergely most azt mondaná, hogy és növeljük a világítást, mert legalább a örömhormonok akkor bennünk nagyobbak lesznek, vagy mit tudom én mit, akkor meg azt mondaná, hogy a Karácsony vajákol itt a politikai hangulattal. Nem érdekes, mit mond. Ez egy olyan mondás, ami nem népszerű, nyilván. Én is jobb szeretem, ha a klíma magasabbra van kapcsolva, mondjuk a villamoson. Kiszárítja a nyálkahártyát. Na látod, de valami. Tehát nem egyszerűen csak jajveszékelés, hogy a gazkormány most kivérezteti Budapestet, erre is van ok már a jajveszékelésre, hanem letesz valamilyen energiatakarékossági programot. Lehet, hogy közvetlenül választás előtt nem ezt mondanám. Vagy akkor azt mondanám, hogy hát azért ennyire népszerűtlen dolgot nem. Ez egy szakmai dolog. De és akkor, ha tovább megyünk, hogy megint ott tartunk, hogy van egy javaslatcsomag az asztalon, ami után ő is azonnal elmondja, hogy ehhez uniós és kormányzati támogatás kell, mert kis túlzással még ezt a LED izót se cserélheti ki egyedül a főváros, és ha ez nem lesz meg, már pedig hát így nem úgy tűnik, hogy hirtelen felkarolná ezeket az ötleteket a kormány, akkor a végén megint az csapódik le, hogy hát voltak itt ötletek, aztán megint nem tud semmit csinálni Budapest. Úgy kezdtük a beszélgetésnek a harmadik harmadát, hogy azt mondtad, hogy meg kéne fogni ezeket a témákat, és ezzel kellene az emberek elé odállni. Erre mondtam én azt, hogy alkalmatlanság, eszköztelenség. De ami megvan, azt fel kell tudni használni. Ez a dolog lényege. Ha az embernek kevés pénze van, akkor abból kell kijönni a háztartásban. Következésképpen most nekünk ezek az adottságaink. Nagyon helyes, hogy ezzel előjönnek, és Karácsony Gergelynek, én mondom őszintén, ez neki nagyon jól áll. Ez ő maga. És nem Tarlóssal harcol, meg a másik fiatalemberrel, aki most kormány megbízott, vagy főispán lett, vagy teljesen mindegy, hogy mi lett belőle. Neki nem a személyeskedésekbe kell kikészítenie önnön magát. Egyébként, ha már a budapesti példát mondtuk, én elkerülhetetlennek látom, hogy a fővárosi vezetés konfrontációja erősebb és karakteresebb legyen a kormánnyal szemben. Ha a kormány majd ehhez se adja meg az engedélyt, vagy nem tudom, mit kell adni, akkor majd ki lesz írva a hatos villamos megállójába, gondolom én, vagy én ezt javasolnám, hogy azért kell ritkítanunk, mert a kormány még azt se engedte meg, hogy takarékos. De most is kint vannak, most is vannak ilyenek, hogy ki ne akarná, hogy ezt szemetet, mondtam, holnap után is elszállíts, és? Nem ki ne akarná, hanem a kormány akadályoz meg minket abban, hogy a szemetet elszállítsák. Muszáj konfrontálni. Ez a Gergőnek nem alkata, ha már róla beszélünk, de hát elkerülhetetlen. Van egy hadsereg, hát van körülötte hadsereg, van kinek kiadni a szerepeket, és van egy jó hír is, itt próbáljunk jót is mondani, ne csak rosszat. Az Európai Bizottsági gondolkodás kicsit módosult. Már nem csak kormánynak adunk. Már adunk olyanoknak is, akik be tudják bizonyítani, hogy célra vezetően és célhoz kötötten felhasználják. Az Európai Bizottságnak változott a hozzáállása. Ha én bemutatom a számlaképességemet, és bemutatom a teljesítőképességemet, akkor megkaphatom, mint főváros is, azt a fejlesztési dohányt, amit ez a szűkös kormány nem ad oda, hanem hazavisz. Okay. Ehhez persze még valami kéne, bocsánat, csak egy mondat, hogy a főváros vezető, jelenleg vezető ellenzéki pártok egységesen álljanak oda a főpolgármester és az ilyen típusú budapesti érdek. Nekem tetszik mondani, vagy neki? Nem. Neki. Nem, ez úgy érzem, visszakapcsol a beszélgetésünk elejére. Igen. Köszönöm szépen. Köszönjük a lehetőséget.